Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy ezen a történelmi, megújult helyszínen, az Ybl Budai Kreatív Házban tudjuk még utoljára Magyarországon bemutatni Bohus Zoltán és Lugosi Mária azon kiemelkedő alkotásait, melyek a kiállítás után az Amerikai Egyesült Államokba kerülnek egy újonnan épülő kortárs üvegművészeti múzeum gyűjteményébe. E két iskolateremtő, nemzetközi hírű magyar üvegszobrászművész Magyarországról indította el művészi pályafutását, és ma a világ legjelentősebb magán- és közgyűjteményei őrzik alkotásaikat. Úgy, mint a Louvre, a British Museum, a Victoria és Albert Museum, a The Corning Museum of Glass New York, a Suntory Museum Tokióban, a Kunstpalast Düsseldorf, de számos magyar magán- és közgyűjtemény is büszkélkedhet alkotásaikkal. Különleges művészi életútjukat a család, az alkotás és az oktatás-mentorálás hármas egységére építették. Talán épp ez volt az a stabil bázis, amelyre építkezve olyan magaslatokig jutottak el művészetükben, hogy nevük fogalommá vált az egyetemes kortárs művészetben. Ők hozták haza Magyarországnak a legtöbb nemzetközi díjat. Nem túlzás azt állítani, hogy alkotói munkásságukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországot a kortárs üvegművészeti elit térképére emeljék. Bohus Zoltán 1966-tól a Magyar Iparművészeti Főiskola szilikát tanszékén tanított, először tanársegédként Zégás György professzor felkérésére, aki később megbízta az önálló üvegszak kialakításával és felszerelésével, melynek tanszékvezetője lett 1978-ban, és itt tanított címzetes egyetemi tanárként egészen 2010-es nyugdíjazásáig, 44 éven keresztül. Feleségével, a szintén üvegszobrász Lugosi Máriával 1970-ben kötött házasságot, akivel nyarant a nemzetközi szimpóziumokon, több hetes üvegművészeti kurzusokon vettek részt vendégoktatóként Amerikától Japánig. Kettejük alkotói és oktatói munkássága alapjaiban határozza meg a nemzetközi stúdió üvegművészet tendenciáit. Tanítványaikat saját műhelyükben is segítették a művészi gondolatiság önkifejezéséhez szükséges technikai megoldások kivitelezésében. Mottójuk így szólt: sosem szabad engedni, hogy a technikai, anyaghasználati lehetőségek szabják meg a kivitelezést, mindig a megvalósítandó elképzeléshez kell megtalálni a módot, a technikát, az eszközöket, az anyagot. Ezen esszenciális oktatói gondolatoknak is köszönhető, hogy a magyar üvegművészetben páratlanul egyedi alkotókat találunk. Nincsen közös szál vagy narratív, amelynek mentén magyar üvegként lehetne azonosítani magyar kortárs üvegművészektől származó alkotásokat. Példátlanul termékeny alkotói munkásságuk gyümölcse több száz üvegalkotás a világ legrangosabb köz- és magángyűjteményeiben, oktatói, mentori munkásságuk eredménye pedig az, hogy a kortárs magyar üvegművészet Magyarország nemzetközileg legsikeresebb, legelismertebb, legkeresettebb kortárs képzőművészeti műfaja, melynek alkotói és alkotásai rendre ott szerepelnek a vezető múzeumok közgyűjteményi vásárlási listáján, hazánkban pedig magát a műfajt is csak alig néhányan ismerik, nemhogy világhírű alkotóinkat. A Bohus Lugosi Alapítvány Nautilus projektjét azért hoztuk létre, hogy Bohus Zoltán és Lugosi Mária alkotói, oktatói, mentori szellemiségét, tárgyi és épített örökségét, a kortárs magyar üvegművészet, és ezáltal a magyar nemzet szolgálatába állítsuk. Köszönöm szépen, hogy jelenlétükkel megtisztelik a kiállítást.